Na szavaztok srácként, kicsavék, és üdvünk egy újabb videóban, és ebben a mai videóban, ahogy megígértem, elhoztam nektek a 0.59-es Stumble Guys bétát, és hát elég durva lesz, ugyanis kettő nagyon jó új pálya be is jött, illetve rengeteg új skin. Szóval, hogyha srácok, ti is szeretnétek lemaradni, akkor mindenképpen dobjatok egy hatalmas nagy lájkot. Na, de kezdjük is el. Itt is vagyunk a játékban, és nézzük meg, hogy mit tartalmaz a shop. Először is egy Lucky Wheel-t nyitunk, kíváncsi vagyok, hogy ez így mire lesz így igazából jó. Hát, ha nyitunk belőle valami menüt, azért az a legendári menü lenne a boxos. De lehet, hogy ez egy lega, de nem, igazából ez csak egy UFO. Na akkor, ha már itt vagyunk, akkor a poén kedvéért nyissunk 5 darab ilyen limited time wheel-t igazából az új skinekből, meg ebben van itt nem tudom, emote, meg tényleg mindenféle. Szóval ja, csak így nem tudom, ha már úgyis itt vagyunk, akkor nyissunk egy párat, aztán nézzük meg az új pályákat, engem azok sokkal jobban érdekelnek most valamiért, mint a skinek. Szóval sorry guys, lehet majd a pörgetésekből is lesz videó, de ez most nem az lesz. Nézzük, hát ha nyitunk valami jobbat, hát mondjuk nem ilyenre gondoltam, hanem valami menő skinre. Esetleg mitik vagy speciál. Hát, még egyesé van. Na, és... Wow, nyitottuk Virtual Riley-t. Oké, mindegy, ezt hagyjuk is. Állítsunk be valami új skint. Várjatok, hova menjünk, nem ide. Nem tudom, akkor menjünk ezzel a Dimmerrel, és akkor nézzük meg az első mapot. Az első map, srácok, amit megnézzünk, az az UFO MG, azaz ugye UFOMG, tehát oh my god. Na mindegy, nézzük meg, igazából botokkal fogunk játszani, kíváncsi leszek. Itt is vagyunk a vadonatúj pályán, ami nem tudom, egy kicsit így hasonlít felépítésileg a lézert részre nekem, de azért nyilván sokkal durvább. Nem tudom, hogy itt mi történik, itt nem tudom, felszednek az UFO-k, és hogy ott a kék az mit csinál, azt se tudom. Annyi a lényeg, hogy itt... Aha, jó, várjatok srácok, közben itt esnek le a dolgok, nem tudom, itt ez micsoda. Semmit nem értek jelen pillanatban ebből az egészből. Én igazából csak mozgok itt a többiekkel. Jó, itt most ez feldobott engem, de ugorjunk igazából vissza, ez nem tudom micsoda. És ez mi? Ez meg így eltaszít engem. Csak ajaj, itt meg ugrálni kell. Ezek pedig süllyednek lefele. Az nagy probléma, na várjatok srácok. Jó, kvalifájoltam, nem tudom, hogy mi történt. És itt hogy lehet meghalni. De a lényeg az az, hogy megnyertem ezzel a skinnel valahogyan. Na mindegy, nézzük meg a Stumble Up nevezetű pályát. Na és srácok, itt is van Stumble Up, nézzük meg, várjatok, így csak ez legyen benne, és azt lehet egyedül játszani, akkor szerintem ide most nem hívok be botokat. Nézzük meg, hogy mit tud ez a Stumble Up nevezetű pálya. Itt is olyan ilyen nagyon menő képe van, ugye asztalról, hát ez ekkora ez az egész. Na jó srácok, megpróbálom kivinni nektek, nem ígérem, hogy ebbe a videóban meg lesz, mert szerintem ez egy rohadt nehéz pálya, így ránézésre. Aha, első vagyok, és itt az időt fogja mutatni, hogy mennyi idő alatt viszem ki. Na akkor srácok, állítsuk fel a világrekordot a Stumble Up-ba. Itt nem tűnik olyan nehéznek, és ugye itt az a lényeg ennek, mint ugye a másik app nevezetű játékban, meg ugye ami Fortnite-ban is van, abban a játékban, és hogy ha leesel, pontosan így, akkor az elejéről kezded az egészet, tehát nincs olyan, hogy checkpoint, meg semmi, hanem még igazából tényleg, ahol leestél, ott vagy. Amúgy még mindig nem tudom, hogy a kis beta pro az miért nem váltott át arra, hogy kis beta boss, de most szerintem igazából ez kb. Tök mindegy, most azért nem fogok rájuk írni, hogy halljátok, változtassátok már meg, annyira tök mindegy. Jó, csak haladjunk, az a lényeg, és próbáljuk meg akkor nem is elsőre, mert már egyszer úgyis meghaltunk, de mondjuk azt, hogy ez bemutató volt, de így lényegében másodjára akkor kivinni az egészet, anélkül, hogy bármit hibáznánk, szerintem nem kéne, hogy lehetetlen legyen. Itt igazából úgyis csak ilyen fákon kell itt átmászkálni, meg elég érdekes ez az egész. Először látom ezt az egész pályát, direkt videót sem néztem az egészről. Aha, és itt ilyen komi van, ja itt meg, itt, aha, erre rá kellene így állni. Itt azért ebben mondjuk egy labda az hatalmas nagy segítség lesz. Itt pedig megyünk tovább, hoppá, csak le ne essünk, mert nagyon-nagyon ideges leszek. Azért itt hatalmas nagy rage-ek lesznek, srácok, majd a videókban, ha esetleg bármi olyan lesz. Ezekhez én most nem érek hozzá, nem akarom letesztelni, mert akkor kezdhetem megint előről, ha mondjuk egyből felrobban, vagy nem tudom, bármi van és leesek. Most nem vagyok ilyen tesztelgetős kedvembe, azt aratt, ez is közel volt amúgy. Miért van így megdöntve az egész? Ez nagyon rossz. Jó, kés, itt csak ugorjunk át. Jó, nagyon szép, oda menjünk át. Hoppá! De itt hát, ja, de nem, hát most hogy lenne checkpoint? Hát itt semmi checkpoint nincsen. És itt ide... Ja, így, jó, okés. Itt át. Itt is ugorjunk át. Azt aratt, na jó, ez amúgy kezd itt nagyon-nagyon félelmetes lenni. Ez a pálya rész, aha. Na jó, ez live-okban amúgy hatalmasat fog menni. Lehet, hogy esetleg még a mai nap live-olni is fogok valami Stumble Up-ot, vagy valamit.
nem ígérem nektek, de ma otthon vagyok, szombat van. És, ja, szóval ráérek. Kérlek! Jó, oké. Sikerült. Na jó, srácok, ez a stumble up pálya, ez tényleg nagyon durva lesz. Na jó, oké, álljál le. Aha, és akkor itt nem kéne ezt elcseszni, tehát, hogy most én ezzel mit kezdjek? Halló! Nem működik a játék. Ott mit kellett volna csinálnom? Na jó, rohadjon meg ez az egész már most. Srácok, jelentkezem, hogyha oda visszaértem. Na srácok, itt vagyok már közel. Nagyon-nagyon idegesített már most ez a játék, pedig igazából 5 perce játszom nagyjából. De jó, oké, megcsináltuk még egyszer. Na itt akkor mégis mit csináljak? Nem értem a lényeget. Na jó, srácok, vizsgáljuk meg, hogy itt mi a pálya lényege. Ott valamiben vele kéne kapnom. De mit? Hogy? Jó, inkább menjünk a másik oldalon, srácok. Hát, ha az jobb. Tehát, hogy itt én mit csináljak? Jó, oké. Nem. Na, srácok, megint kijött 2 darab billentyű. Vissza kéne rakni. Utoljára próbálom meg, srácok, most már tényleg speedrunolom az egészet, hogyha itt most egyszer leesek bárhol, akkor leszarom most egyelőre a mai videóba, akkor ennyi stumble up volt, és akkor nézzük tovább, esetleg még nyitogatunk, vagy megnézzük még egyszer az UFO MG pályát, vagy valami, de én ezzel nem vagyok hajlandó többet játszani most, mint még egy darab ilyen lehetőség, amit adok neki, hogy itt ezt normálisan meg lehessen csinálni, mert továbbra se értem, hogy ott hogyan kellene nekem tovább jutnom. Tehát az direkt úgy van megcsinálva, hogy konkrétan lehetetlen onnan tovább jutni. Ezt így el kell fogadni, a tényt. Na, mindegy. Menjünk tovább. Jó, oké, és itt már tényleg rutinból csinálom már kb. Az egészet. Gondoljatok bele, amikor már tényleg nagyon sok adjára játszok, majd tényleg ilyen 100 adjára, akkor hogy fogom unni majd az elejét. És ahogy látom, ugye nincsenek speciál emótnak helyese. Tehát amúgy nem lehet majd itt labdázni, hanem ez így ennyi. Ezt minden alkalommal előről kell majd kezdeni. De legalább vicces ilyen rekordokat lehet majd itt dönteni, ki meddig jutott el, mennyi idő alatt, meg mit tudom én, lesz itt majd mindenféle vicces dolog. Na, gyerünk így, menjünk. Barám. Jó, itt ugrunk. Ez elkezdve nem tudom, ezt fogom majd játszani este, csak az a baj, hogyha este fogom ezt játszani, akkor meg este fogom széttörni a billentyűket. Na, újra itt vagyok már ezeknél a forgós szaroknál, amik amúgy rohadt idegesítőek, de jó, az most egyelőre engedjük el. Próbáljunk meg egy kicsit gyorsítani az egészen, mert nem tudom, szerintem ez így elég lassú, és nem akarom, hogy unalmas legyen nektek itt a videó. Bár mondjuk a rage-emet biztos nem unjátok, azt mindig szeretitek, amikor rage-elek. Az mi volt? És hogyha az engem lelökött volna, akkor tényleg hullanak a billentyűk. Meg minden igazából, ami csak tud hullani. Na jó, srácok. Az igazság pillanata. Nem tudom, melyikbe menjek most. Megyek ebbe, megpróbálom újra. Oké, ennyi volt, srácok. Én ezt többet nem csinálom. És ha már úgyis itt vagyok, srácok, akkor szeretném nektek elmondani egy új projektemet, ami el fog indulni az összeszünet első napján, szombaton, az aranypercet. Az aranyperc igazából egy olyan sorozat lesz, hogy nyereményjátékok lesznek minden nap, körülbelül 4-5000 forint értékben lesz minden egyes nap, minden videónál nyereményjáték. Ahhoz, hogy ez a nyereményjátékhoz csatlakozzatok, majd minden videó után 24 órátok lesz egy kérdőívet, azaz egy ilyen tesztet kitölteni, ami a videóról szól, amiben megkérdezem mondjuk, hogy milyen skinnel játszott, meg így a videóból rákérdezgetek dolgokra, meg esetleg plusz dolgokra, de ezt igazából visszatekergethetitek majd a videót, megnézhetitek, ahányszor akarjátok, rákereshettek, megbeszélhetitek mással, az most nekem tök mindegy. A lényeg az, hogyha jól kitöltötted, akkor beneveztél a versenyre. És ennek az első igazából sorsolása egy sokkal nagyobb összegű lesz, és majd elkezdem szépen számjegyenként kirakosgatni majd közösségi posztba, hogy mennyi az. De igen, és október 28-át várjátok, srácok, ugyanis akkor lesz az első sorsolás. Csak ennyit akartam, térjünk vissza a Stumble Guys-ra. Na srácok, amúgy most felfedeztem, hogyha innen ki akarok lépni, akkor kiírja, hogy legalább megpróbáltad, legközelebb sikerülni fog? Valószínűleg nem. Rohadjon meg a játék. Na, szevasz, nézzük meg újra azt az UFO-s pályát, illetve utána pörgessünk egy párat. Na itt is vagyunk, és akkor most már nem tudom, igazából egy kicsit tesztelgetem, hogy akkor itt most hogyan lehet egyáltalán kiesni. Feltételezem, hogy a
nem tudom, hogyha beleesek gondolom abba a cuccba, ott alul, ebbe a savba, akkor az nem jó. Viszont a kék UFO az fogalmam sincs, hogy mit csinál. Tehát, hogy ez így lefele nyom? Aha, ez így eltaszít magától a kék UFO. Az mondjuk okés. Na jó, igen, és akkor most kellene az, hogy itt leugrok, és hoppá, így megyünk át erre. Amúgy ez is egy... Ajaj! Áh! Jaj! Jó, oké, sikerült. Nem tudom, hogy ez hogyan, de egyelőre ezek ilyen brutális dolgok. Na és mi van, ha én ide megyek? Azt a rohadt. És itt lehet így ugrálni az UFO-kon? Na várjál, így... Áh! Dob fel! Jó, és mi van, ha én ide jövök? Akkor az így nem tudom, jobb? Vagy lehet akkor ezekbe is meghalok, hogyha rám esik egy ilyen? Vagy akkor mi van igazából, így nem tudom. Na jó, oké, menjünk el innen, szerintem az a legbiztosabb. Itt tényleg maradjunk itt, és igazából megnyertük. Ezt én még mindig nem értem, hogy akkor így... Ez egy elég egyszerű dolognak tűnik, de aztán biztos, hogy nem lesz az, ezen is sokat fogok rage-elni. De az Only App-on, vagy a Stumble App-on biztos, hogy sokkal többet. Na de nyitogassunk, srácok, így is ki kell nyitni az összes skint. Kezdjünk, srácok, akkor egy darab pörgetéssel a, hogy hívják, várja, nem a személyimmel, hanem a Stumble Guys kártyámmal, véletlenül a személyimet fogtam meg így egyből. Így, nézzük, első pörgetés, srácok, gyerünk! Nézzük meg, hogy a Stumble Guys mit ad nekünk, esetleg ad-e egy mitiket így egyből. Hát, nem. Happy Thanksgiving, de jó. Most Thanksgiving. Nem baj, nyissunk akkor hármat, mégpedig a Bibliával, az Atya, Fiú és Szentlélek nevében. Ámen. Gyerünk, srácok, nyissuk ki. És mehet amúgy a kommentbe a hashtag aranyperc, hogyha amúgy adjátok ezt az ilyen napi nyereményjátékos ötletet, srácok. Ugyanis szeretnénk nektek visszaadni valamit így a videókból, hogy valójában így nem tudom. Most, na, mégiscsak... De én akkor vissza akarok adni a nézőimnek, tehát hogy most úgyis annyi ember nem tud venni offert, meg minden. Én szeretném nekik ezt biztosítani akkor úgy, hogy én veszem meg nekik. Tényleg minden nap 4-5000 forintos offer, egy hónapban akkor 30 vagy 31 lehetőségetek van nyerni. Ennél többet sajnos én nem tudok adni. De ja, illetve az első az egy nagyon-nagyon drága igazából ilyen offer csomag lesz, tehát hogy ez nem 5000 forint lesz. Azt majd elkezdem szépen lassan kirakosgatni, de mindegy, majd rakok ki a közösségi posztba is erről infókat. Rakok majd ki shortsot is, szerintem kettőt is akár. Ezt meglátjuk. Sturky guy! Na, az már legalább egy mitiket beszereztünk. És van egy mitik emote, nuke. Erre kíváncsi vagyok, várjatok, animation. Na ezt nézzük már meg, mi az, hogy mitik animation? Hát, annyira nem menő, mint ahogy ezt elképzeltem. Nem rossz, egyáltalán nem rossz, de... Azért annyira azért nem vagyok hasra esve tőle. Na mindegy, nem tudom, igazából nyitogassuk tovább, azért még van. Ó, és ott is van a spatula slap speciál emote kinyitva. Királyság, mert ugye van speciál emote is, azt is lehetne majd tesztelni, de azt szerintem egy másik videó lesz, amikor az új speciál emote-okat bemutatom. Na, és no, not now. Nézzük akkor, hát még a karate csopot is megkapom. Nem, ez egy ilyen, nem tudom, trumpet. Ilyen tű. Ott is van! Karate Chop speciál emote, ennyi. Amúgy kettő új speciál emote is bekerült. Én nagyon adom ezt az új update-et, mert nem tudom, szerintem tényleg azért oda tettek magukért a fejlesztők, tényleg sok skint behoztak, kettő új speciál emote-ot, kettő új pályát. Mindenfélét raktak bele, majd ugye lesz egy új lehetőség arra, hogy igazából nyissunk dolgokat, és arra kíváncsi leszek, valami olyasmit leakeltek ki, hogy azt hiszem ilyen konkrét ládák lesznek a pörgetések mellett, amit szerintem senki nem bánna amúgy. Mi? Annak a hátulja az tűz. Mi a szar, ezt eddig nem is láttam. Krabby Patty. Hát, ez érdekes. Na jó, még nyissunk tizet. Még tizet, ma már úgyis így nyom. Várjátok, ez amúgy mi ez a másik? Ez Carving the Turkey. Mi van? Vannak itt speciál tauntok. Mi a szar? Ripping a fart. Na én ne idegesítsen, ezeket berakták. Na várjatok, srácok, ezeket most meg kell néznem. Ezt nem bírom. Igen. Carving the Turkey. Az igen. Ez Ripping a fart. Jézusom, ezeket beraktak. Jó, ez amúgy menő. Ez nagyon menő. Nunchaku. Ez is amúgy menő, de nekem ez a skateboard kickflip.
Ez nekem sokkal jobban bejön. Érdekes, mindegy, én inkább ebből akarok nyitni, mert nekem ez a, hogy hívják, a kalóz kell, ez a szellem kalóz, az nagyon jól néz ki. Kinyitom még egyszer a mitiket, na, jó van, most már le lehet állni nekem a másik mitikkel, vagy a popcorn! Jó, konkrétan ez a neve, hogy popcorn. Jó skinek lesznek itt. Bíztató jövő, amúgy egy mitik animationért vajon mennyit kapok? 50-et? Nem tudom, majd ezt megnézzük úgyis a végén, de kíváncsi leszek. Illetve kaptam egy Snail Trail-t, ez meg egy legendary footstep, nem tudom, most sokkal több ilyen új... Jó, ott is van Flying Dutchman, királyság, ez a skin kellett nekem, ez szerintem rohadt menő néz ki amúgy. Na, mit kapok még, cica? Nem, ez most popcorn. Még azért vannak itt nyitások bőven, és srácok, tényleg hashtag aranyperc, mert ugyanis ez egy nagyon nagy projekt lesz nekem, és rengetegbe kerül, de... Ja... Nem érdekel annyira, én a nézőimnek szeretnék visszaadni, és punktum. Szóval ennyi, és igazából nektek is jó, meg nekem is jó, mert hát még többen így visszanézitek a videókat, jobban odafigyeltek a videókra, meg ilyesmi, tehát ugye ez alapján lesz a kérdőív, amivel ugye lehet jelentkezni az egész sorsolásra, szerintem menő lesz, na mennyit? 10-et kapok? Na jó, azért az mondjuk szerintem elég kevés. Na még pörgessünk mondjuk 5-öt ebből, nem tudom így, why, csak... Ha már úgyis itt vagyunk, akkor így miért ne igazából. Na, és kaptam is már egy sokkert. Nem tudom, ez is egy érdekesen néz ki. Tényleg a mitikeket még nem néztük meg. Speciál taunt, nunchaku. Ezt végig nem tudom feldolgozni, hogy ez mi. Meg ebbe is vannak skinek, jól láttam. Katrina Dance of the Dead. Ebben milyen skinek vannak? Most pont nem láttam. Katrina Dance of the Dead megint. De ez mi, ez most egy másik? Én már nem értem, hogy mi történik itt. Crying, jó, oké, ezeket majd megnézzük. Sőt, most azonnal. Nem úgy itt ebbe, akkor vannak skinek. Aha, azért van egy pár skin, de az igazából benne van a másikba is. Na, várjatok, akkor még nézzük meg, hogy a mitikek azok a mizu. Catherine Dance of the Dead. Ez, hát nem tudom, szerintem ez elég szar, már bocsánat. Ez jó, ez egész oké. És cheerleader. Hát, igazából csajoknak ez biztos, nem tudom, nagyon jó. Nekem annyira nem jön be. Na mindegy, nunchaku, meg... Ja, meg van még ez. Katrina Dance of the Dead. Itt mi a különbség? Nem ért. Ja, meg Katrin, meg Katrina. Nem tudom, érdekes. Na mindegy, köszi szépen srácok, hogy megnéztétek ezt a videót. Ha tetszett, akkor mindenképpen dobjatok egy hatalmas nagy lájkot is, iratkozzatok fel, és ne felejtsétek el a hashtag aranypercet a kommentekbe, illetve srácok egy hashtag ámenszben, mert ugyanis jön a napi áldás. Az Atya, a Fiú és Szentlélek nevében kívánom minden egyes nézőmnek, jótevőmnek és rossz akaromnak, és mindenkinek, utálomnak, szeretőmnek, mindenkinek, hogy csodálatos napja legyen, csodálatos egészségbe, és tényleg srácok, csak a jó történjen veletek, ugyanis tényleg megérdemlitek mindannyian, mindannyiótoknak egy csodálatos élete legyen, minden probléma ment. Szóval ja, puszikálok benneteket az Atya, Fiú és Szentlélek nevében. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Srácok, mindenkinek legyen csodálatos napja Jézus Krisztus nevében. Amen.